legnehezebb mérkőzés, majd hogy mindig a legnehezebb, és ez eddig is így volt. Természetesen nyerni szeretnénk, és úgy is készülünk ellenfelünkből, de az a Legerszeg is szeretné megszerezni első győzelmét a bajnokság, úgyhogy ez mindig egy kettős dolog. Tényleg igyekszünk a saját dolgainkkal foglalkozni, mert nagyon-nagyon sok hiányosság volt a Szekszárd ellen, és próbáltunk azzal foglalkozni egyrészt, hogy ne kapjunk 100 pontot, mert az bármilyen ellenfél ellen elfogadhatatlan, és nyilván a támadó játékunkat pedig csiszolni kell. Ugye visszatértél a csatához évelején, hogy érzed itt magad, hogy telt az első pár hónapod a régi új klubodnál? Nagyon örülök, amikor megkerestek, és remekült el ez a pár hónap. Már hamar ugye visszailleszkedtem a csapatba, és nagyon befogadóak voltak a lányok, hanem is nagyon barátságosak voltak, és tiszta volt a hangulat, meg mindig. Ugye újra Barbie-nak a csapattársa vagy, mit jelent ez neked? Hát nekem mindig is nagy motivációt jelentett, és egy plusz adott ahhoz, hogy a húgommal együtt játszhattam. És nagyon szeretek vele együtt lenni a pályán, de azért nem sokszor történik meg ahhoz, hogy most ugye csapatban vagyunk, de amikor fent vagyunk egyszerre a pályán, az egy hatalmas dolog szerintem. Ha kerüljön a távozása után, mennyire kellett átalakítani a csapatjátékát? Ugye azért maradjunk annyiba, hogyha ha kiszáll egy csapatból a legjobb pontdobó játékos, akármilyen pozícióról beszélünk, valamit mindig változtatni kell, mert az ő átlagbeli 20 pontját valahogy pótolni kell, és szét kell osztani a játékosok között, valamint alacsonyabb szerkezettel kell játszanunk, mert ugye egy ötös posztjátékosunkat elveszítettük, úgyhogy ezen is dolgoztunk, hogy hogyan alakítsuk át a stratégiát, rotációt. Hát elég váratlanul ért minket az, hogy elment tőlünk, de szerintem nagyon jól tudtunk alkalmazkodni így is, hogy egyre kevesebb centert tudunk csak bevetni a pályán. Így én személy szerint örülök is, mert több játéklehetőséget kapok. Akkor beszéljünk még egy kicsit Angyalnikiről. Ugye őt, amikor leigazoltuk, akkor azt mondtad, hogy nagyon szeretnéd, hogyha az edzéseken és alkalmanként, ugye mérkőzéseken is hozzá tudna tenni a csapat játékához. Mit gondolsz az ő munkájáról, amióta itt van velünk? Az edzés munkájával azt gondolom, hogy senkinek nincsen probléma, így Nikijével sem, mindenki csinálja a dolgát, és gyakorlatilag igyekszik fejlődni napról napra, hétről hétre. Most, ahogy megkérdezted előző kérdésedbe, ez még egy nagyobb lehetőség neki, ugye meg kiszállt egy belső poszti játékosunk, ráadásul külföldi játékos, úgyhogy még jobban megnyílik a terület mind a fiatalok előtt, mind a magyar játékosok előtt egyaránt, úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy már most pénteken is hozzá tud tenni a csapatnak a teljesítményéhez. Keresd minket a közösségi médiában, és gyere el ingyenes hazai mérkőzéseinkre a Ludovika Arénába. Hajrá, csata!